építőiparban dolgoztak. Édesapám, nagyapám, testvére, egész család kedvesek voltak. Én Erdélyből származok, ugye, és 88-ban még a kemény diktatúrába jöttem én Tiszafüredre, de Brassói Egyetemen végeztem, és így igaziból gyakorló építészként érkeztem meg Tiszafüredre 35 évvel ezelőtt. Egy kis cégnél építés vezetőként dolgoztam, tehát maradtam ugye a szakmámba, de rögtön a rendszerváltás a lehetőséget adta, már egy barátommal céget alapítottunk, és ott folytattuk az építőipart 25 éve, hogy szétváltunk, és azóta hát családi vállalkozásként a család tagjaimmal a második generációs, most már igaziból ők rájuk támaszkodok nagyon, én már ugye kivele megyek belőle, akkor a véget, és így hát mi ott nagyon telepettünk Füreden a szakmába, mert olyan bázist alakítottunk ki, mivel kisváros, hogy ne kell eljárni, így nagyon mindennel foglalkozunk, tehát a betonüzem, asztalos műhely, lakatos műhely, tehát teljes vertikumát a generál kivitelezésnek, és akkor így, ha megbíz valaki, még a tervezést is, és akkor megbíz valaki egy házépítéssel, vagy ezt a házat most jelképesen mondom, mert elkezd a templomtól az iskoláig, meg a mezőgazdasági telephelytől a luxusnyaralóig, vagy az úszóházig, vagy a Nemzeti Parknak a magas kilátókig, meg a talösvénik a Poncli jövőbe. Tehát ezeket mi fővállalkozásban, generál kivitelezésben mind tudjuk, meg tudjuk csinálni. Beton gyár szintjén az egész régiót ilyen 30-40 kilométerig mi lássuk el minőségi betonnal. Tehát ezt egyik legfőbb megvalósításomnak tekintem ezt. De mi ilyen régióban gondolkozunk. Tehát a Debrecen az már a maximum, Hortobágy, Karca, Abátszalók, ebben a régióban mozgunk is, és itt akkor reggel elmegyünk, este meg a feleségünk mellé fekszünk le, úgyhogy ez egy ilyen cég. Ez alatt a 35 év alatt, de mondhatom, hogy a 25, amióta csak családi vállalkozás is, hát tényleg a luxus nyaralótól, a családi házig, meg az istállótól, a betonútig, meg a úszóházig, tehát templomig mindenféle beruházás munkát, mindenféle munkát elvégeztünk, és hál' Istennek hát felemelt hővel megyek végig a városban. Díjban részesül 2023 évben a Magyar Építészet kategória jelöltje Józsa Béla. Inkább a tetteké, például a 35 év alatt Tiszafüredre sok szép házmutassa munkámot, és azt a társaságot, azt a kollektívát, akivel létrehoztam, hát ez a díj, ez mindnyájunkat azt gondolom, hogy illeti. Úgy a többi mellettem lévő családtagot, barátot, meg azt a töménytelen sok támogatót, amit nem is gondoltam, ugye az előző szakmai elbírálásnál ott láttuk a szavazatszámot, és ez a több ezer szavazat a világ minden részéről, a gyerekkoromtól, a szülőfalumig, tehát valami csoda. Köszönöm szépen! Városon volt az a szülőtthont, ahol elmondhatom azt, hogy megkezdődött az életem. Az első doktorim a bölcsésztudományból Debrecenbe szereztem. Utána már tanultunk, akkor folytattam a doktorikat.
a Pécsi Egyetemen szereztem még egy tudományos doktori fokozatot, majd a habilitált nagy doktorimat, az pedig a Károly Gáspár Egyetemen védtem meg. 90-es évek végén alapítottam meg a Fakultasz cégcsoportot, amely közép- és felsőfokú képzésekkel kezdett el foglalkozni, és ennek a cégcsoportnak az egyik legnagyobb vállalkozása lett a Budapesti Székelő Fakultasz Humán Gimnázium, amely ma Budapest egyik legnagyobb magángimnáziuma. 2010-et követően megvásároltuk a VELSZ Egyetemnek a magyarországi képzéseit is, és gyakorlatilag így a felsőoktatási intézmények sorába is sikerült bekérezkednünk. 2010-et követően munkát találtam a kormánynál, először a Nemzeti Családi Szociálpolitikai Intézet országos főigazgatójától, később a Nemzeti Fogyatékosságügyi Szociálpolitikai Központot vezettem, majd 2021 óta a Sakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnek vagyok az országos főigazgatója. Két alapvető dolog foglalkoztatott mindig is egész életemben, az egyik a tehetséggondozás volt, a másik pedig az embereknek a segítése. Talán ezért is van az, hogy az egyik diplomám az bölcsészdiploma, a másik pedig egy szociálpolitikus. Édesanyám a helyi klubkönyvtárnak volt a vezetője 80-as években, és rengeteg szabad időn kötelezően a könyvtárban telt el, és ott nyilván az ember még unatkozik is kénytelen könyveket olvasni, ezért rengeteg könyvet olvastam mind a társadalmi tudományt, mind a bölcsészettudományt terén, és nyilván ezek a dolgok annyira magával ragadtak, hogy úgy gondoltam már gyerekkoromtól kezdve, hogy mindenképpen szeretnék nagyon sokat foglalkozni emberekkel, szeretném meghallgatni gondjukat, bajukat, és hogyha tudok, akkor akár segítek is nekik nagyon szívesen. Minden társadalomban nyilván vannak elesettek, rászorulók, elesettek lehetnek szociálisan, illetve lehetnek olyan beteg emberek is, amelyek különböző fogyatékosságügyi problémákkal rendelkeznek. Én azt gondolom, ez a társadalom segítőkész, és látva együttműködve országos fogyatékosságügyi szervezetekkel, én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk a magyar társadalom segítőkészségére. Az élet arról szól, hogy dolgozunk, ügyünk, mindig vannak új kihívások, ez nyilván a jövő kérdése, mindig szeretettel fogjuk fogadni a felkéréseket és a lehetőséget. Hölgyeim és uraim, területén Prima díjban részesül 2023. évben a Magyar Tudomány kategória jelöltje, dr. Tóth Tibor. És átvenni ezt a számomra nagyon fontos díjat. De egy van, amit mindenképpen ennél a díjnál, amikor átveszem, el kell mondani. Ma Jász-Nagykun Szolnok vármegye a segíteni akarásra voksolt, ezért az elismerés, a tisztelet nem feltétlenül elsősorban engem illet, hanem a vármegyei lakosságot és természetesen szűkebb hazámat, Tiszafüredet. Köszönöm nekik, hajrá, Jász-Nagykun Szolnok vármegye! Köszönjük szépen igazgató úrnak és elnök úrnak! Hölgyeim és uraim! A Vármegyei Prima Gálák napján elismerések átadására kerül sor a kiemelkedő teljesítmény gyújtó vállalkozók részére. Az elismerést szimbolizáló oklevelet, az erre az alkalomra készült aranymedált, virágot és bort a korábbi évek megyei vállalkozó kitüntetjei adják át.
2023-ban. Elévülhetetlen szerepet játszik a jászviselet újjászületésében, továbbéltetésében, a jászsági hagyományőrzésben. Rendszeres kiállító, több országos díjjal rendelkezik. Az év viseletkészítő mestere Tajti Erzsébet. A díjat Kosó Béla, a 2022. év szobafestőmestere adja át. Természetvédelmi őre 2023-ban. Szívügyének tekinti a tisztató és környezete tisztaságát. Kitartó munkájának köszönhetően a Vátszaló és Tisza Szent Imre térségében a Parti Fecske és a Gyurgyala népessége a tízszeresére nő. Hölgyeim és uraim, az év természetvédelmi őre Kis Ferenc! A 2018. év víz-gáz fűtésszerelő mestere adja át. Párizs parfümériának a tulajdonosa. Ezen kívül műköröm alapanyag szaküzletet és mobiltelefon laptop szaküzletet üzemeltet. Tevékenységét kiváló szakmai hozzáértés jellemzi. Az év kereskedője Urbán Katalin. Év építészmérnöke adja át. Benzinkút üzemeltetője 2023-ban. A Fire Oil Kft. Ügyvezetője 9 benzinkút üzemeltetője megyén belül és kívül. Az OMV által biztosítja a lehetőséget non-stop nyitvatartással, hogy a cégek kedvezményes áron tankolhassanak kutyain. Hölgyeim és uraim, az év benzinkút üzemeltetője Jánosi Zoltán! Vince Kálmán a 2022. év nyomdaipari vállalkozója adja át. Vállalkozóként tevékenykedik az Alfa Autójavító Kft. Telephelyén üzemelő műhelyében. A sok éves német és magyarországi tapasztalat alapján szaktudását folyamatosan kiegészíti, ügyfélköre egyre bővül. Az év autófényezőmestere Turi István. Faragó Rihárd a
2020. év karosszéria lakatos mestere adja át. Filmkészítője 2023-ban. Filmjeit a Tisza-tó térségéről készíti. 2021-ben a Tisza nevében című filmjével megkapta a Gödöllői Nemzetközi Természet és Környezetvédelmi Filmfesztivál fődíját és az Emel TV csatorna külön díját. Mottója: vedd észre, fedezd fel és vigyázz rá. Hölgyeim és uraim, az én független filmkészítője Jasub Dimitri! Év újságírója adja át. Katonai oktatója 2023-ban. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, a hazai repülő szakemberképzés elismert szaktekintélye. Tudományos kutatásainak iránya a repülőgépvezetők professzionális tevékenysége és a fizikai teljesítmény közötti összefüggés vizsgálata. Az év katonai oktatója dr. Dunai Pál alezredes. Szegi Zoltán őrnagy a 2022. év katonai oktatója adja át. Ejtőernyős katonája 2023-ban. A speciális ejtőernyős kiképzőközpont katonája 600 ugrással rendelkezik. 2019-ben megszerezte a katonai ejtőernyőjavító szakszolgálati engedélyét és a polgári ejtőernyőkarbantartó minősítést, 2020-ban pedig az ejtőernyő beugró oktatói engedélyt. Hölgyeim és uraim, az év ejtőernyős katonája Szabó Norbert hadnagy! Géza törzszászlós, a 2022. év vezénylő zászlósa és kiképzője adja át. Katonája 2023-ban. A Vitéz Bertalan Árpád első különleges műveleti dandár katonája, aki a híradó és kommunikáció terén képezte magát magas szintre, és vált a szakterület elismert oktatójává. Az év híradós katonája Töltös Lehel főhadnagy. Molnár Attila zászlós a 2022. év különleges műveleti katonája adja át.
az én rendőrre 2023-ban. A szolnoki rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese. Vezetői tapasztalata során kiváló kapcsolatrendszert épített ki a települések polgármesterével, önkormányzataival, a közbiztonság és bűnüldözés hatékony ellátása terén. Hölgyeim és uraim, az év rendőre Egedi István rendőrezredes. Kassai Lajos alezredes 2022. év rendőre adja át.